Sajnos még mindig javában tombol a vírus, és a legnagyobb probléma, hogy még mindig nem látjuk a végét. Ez a beszélgetés normál esetben a szociális otthonban történt volna, de mivel tilalom van, mert senkinek nem lehet a dolgozónk kívül bemenni, ezért egy semleges helyen, csak úgy, mint a múltkor. Nagy tisztettel köszöntöm Makka Jánosné Erika intézményvezetőt, és arról beszélgetünk, ami én szerintem most érinti és érdekli a hozzátartozókat, hiszen túl sok lehetőség nincs a személyes érintkezése, illetve az idősebb és beteg emberek részére pedig akár telefonon való beszélgetése sem. Először is egy gyors körképet szeretnék kérni, hogy mi a helyzet nálatok. Szeretettel köszöntök mindenkit. A vírus helyzete való tekintettel úgy gondolom, hogy jó helyzetben vagyunk. Természetesen bennünket se kerül el a vírus. Tudva levő dolog, hogy a COVID-fertőzés, cseppfertőzés által történő, terjedő légúti megbetegedés, hogy az intézménynek 204 lakója van, a lakók közül és a dolgozók közül a tiszti orvosi szolgálattal közösen 170 tesztet készítettünk el. Nem titok, hogy 22 fertőzött volt a lakók között, és természetesen a dolgozókat sem került el ez a vírus sajnos, de hála Istennek elmondhatom, hogy a lakók közül is tünetmentesek voltak, tehát pozitív eredmény született, de tünetmentesek, hál' Istennek a lakóink. Természetesen voltak tünettel is fertőzöttek, amiket igyekszünk elkülöníteni, tehát a fertőzött lakókat, vagy a COVID-fertőzéssel fertőzött lakókat sikerül elkülöníteni az intézményen belül. Külön izolációs részleget hoztunk létre. Itt próbáljuk elkülöníteni azokat a lakókat, akik érintettek ebben a dologban. Elkülönítjük ugyanazokat a lakókat is, akik járóbeteg szakrendelésen vesznek részt, vagy a kórházban valamilyen sürgősségi betegellátáson való részvétellel, és természetesen ők is külön elkülönített részen vannak, ahova külön erőforrást biztosítunk, humán erőforrást. Azokat a lakókat, tehát külön dolgozók ápolják és gondozzák, akik valamilyen fertőzéssel érintettek, és a járóbeteg és sürgősségi betegellátásból érkeznek haza. Most attól függetlenül, hogy van a járvány, de nem áll meg az élet a szociális otthonban, gondolom vannak friss jelentkezők. Hogyan történik? Tehát ha valaki ide be akar kerülni, és rákerül a sor, hiszen várólista van, ez hogyan történik? Természetesen azóta is volt új lakó felvétele. Ugye idáig úgy vehettünk fel lakókat, hogy két negatív teszttel beérkezett lakókat is természetesen elkülönítettük a jelenlegi lakóinktól. Most már egy negatív teszttel felvehetjük a lakókat, természetesen ott is ugyanúgy elkülönítjük őket. A felvétel továbbra is működik, de megfelelő intézkedések mellett, tehát a járványügyi szabályok betartása mellett. Előbb említetted a tesztelést, ez anyagilag mennyire érinti az intézményt? A tesztelés az természetesen, a 170 teszt az ingyenes volt nekünk. Az intézményen belül is készítünk gyors teszteket, hogyha valamelyik lakónk ugye valamilyen tünetet produkál, akkor gyors tesztet a dolgozók, a szakápolók elvégzik a gyors tesztet számukra, és azokat is elkülönítjük. Természetesen az az intézmény költségvetéséből megy, és nem olcsó a gyors teszt. Említetted, hogy dolgozók közül is vannak, akik elkapták a vírust. Meg tudjátok oldani a helyettesítést, vagy pedig tényleg éjjel-nappal dolgoznak azok, akik éppen még bírják? Természetesen azok a dolgozók, akik pozitivitást produkáltak, és a tesztjük pozitív volt, volt közülük, akiknek volt enyhe tünete, azok természetesen otthon maradtak, és az ő házi orvosuk kért nekik a továbbiakban tesztet, és negatív teszt után jöttek vissza dolgozni. Tehát még nincs olyan gondunk, hogy a dolgozókkal nem tudnánk megoldani a 24 órás felügyeletet, de természetesen, ha erre sor kerül, akkor belső átszervezésekkel még mindig meg tudjuk oldani a itteni lakóinknak a gondozását, ápolását, és azt gondolom, hogy szakszerű ápolás, gondozást, és emellett természetesen, hogy gondozási feladatokat végzünk. Szerencsés az intézmény abban a helyzetben, hogy nagyon sok szakápolónk van, és azt gondolom, hogy a kórháztól is át tudjuk venni az ápolási feladatot, és tudva levő dolog, hogy a kórház sem bírja már a terhet, és ahogy csak lehet negatív teszttel, vagy 21 napos tünetmentességgel visszaküldik a
lakóinkat, és természetesen nagy szeretettel fogadjuk őket, tehát a kórháztól is tudunk átvenni szakápolási feladatokat. Minden egyes beteget kórházba kell küldeni, aki elkapta a vírust a bentlakók közül, vagy pedig csak indokolt esetben, amit nem tudom, hogy itt a helyi orvos vagy a szakápolók állapítanak meg? Nem szoktunk minden beteget kórházba küldeni. Természetesen, hogyha enyhe tünetei vannak, akkor itt szeretnék köszönetet mondani a két házi orvosunknak, dr. Bodnár Zoltán és dr. Horai Károly doktor uraknak, hogy rögtön elrendelik a terápiát a lakóink számára, és teljesen elkülönítve ugyanúgy izoláljuk őket, és a dolgozók természetesen minőségi munkát végeznek beöltözve, tehát védik magukat, védik a lakóinkat, és ugye elkülönítjük őket, és úgy tudjuk ápolni, gondozni szakszerűen őket. Van-e lehetőség arra, hogy esetleg ilyenkor, ebben a helyzetben a lakók vitamint vagy plusz vitamint kapjanak? Természetesen a két háziorvosnak köszönhetően elindította a lakóknak a terápiát, a vitaminterápiát, C és D vitamin adása folyamatos. Odafigyelünk a lakóknak a táplálkozására, az élelmezésére, vitamindús étrendet biztosítunk számukra, megfelelő egészséges étrendet, és ennek megfelelően, ugye, hogyha valamilyen jelentkezne a vírusnak, vagy tünete, akkor megfelelő antibiotikum adása és sorra kerül az intézménybe. Mi most az elfogadott itt a C és a D vitamin esetében? Tehát mennyi az a milligram vagy nemzetközi egység, ami beadható vagy odaadható? Van valami előírás? Hát a C vitamin ugye az nagy dózisba, a D vitamin is 3-4000 milligramot naponta. Mi a nagy dózis? C vitaminból erre lennék kíváncsi, és utána elmondom, hogy miért kérdeztem. A C vitamin? Hát a C vitaminból is akár 4-5000 milligramot is lehet, minél több C vitamin. Na, már csak azért az egyik ismerősöm elkapta, és mondta, hogy lóarakban szedték a vitaminokat, a C vitaminból is napi 1200 milligramot, és én erre érőltem. Akár lehet többet is, természetesen a szervezet a nem megfelelő, tehát a nagyobb mennyiségű C-vitamint úgy is kiválasztja. Igen, csak megfelelő vízmennyiség kell, igaz, hogy ne csapódjon ki. Nézzük tovább. A hozzátartozókkal való kapcsolattartásra milyen lehetőség van? A hozzátartozókkal való kapcsolattartásnak, ugye, mint a Facebookon is megosztottuk, itt szeretném megkérni a hozzátartozókat és ismerősöket, bármilyen rokonokat, hogy tartsák be, legyenek szívesek a telefonálási időkorlátunkat, és itt szeretném kérni azt, hogy 14 órától 18 óráig keressék az intézményünket, már csak azért is, mert itt tényleg megfelelő és megfeszített munkával dolgoznak a kollégák, és nem tudják felvenni a telefon bármelyik időszakban, amikor éppen az ő ellátottukat, vagyis az ő hozzátartozóikat ápolják, és az ágy mellett vannak. Természetesen a telefont így nem tudjuk úgy kezelni, hogy az a hozzátartozóknak elvárható legyen. Természetesen mindig készséggel állnak rendelkezésre a dolgozók, minden információt megkapnak, és tehát nem kell megijedni a hozzátartozóknak, nincs olyan veszély, hogy most aggodalomra lenne okuk. Természetesen mindent megteszünk értük, hogy ne alakuljon ki ilyen helyzet. Egyik bentlakó hozzátartozója keresett meg, hogy pont a rokon a kórházba került innen, és sajnos kórházba hiába próbált érdeklődni, de egyszerűen nem vették fel a telefont. Most kérdésem, hogy arra van-e lehetőség, hogy akár rajtatok keresztül próbálj meg érdeklődni, megtudni egyáltalán a rokon a hozzátartozói állapotát? Természetesen mi is nagyon-nagyon nehezen érjük el a kórházat. Mindenkiről napi szinten érdeklődnek a főnővérek és a nővérek. Természetesen ugyanúgy a kórházban is ugyanúgy, mint itt az intézményben vannak protokollok, amit ugye be kell tartani. A kórházban is még a betegágy mellett vannak a nővérek, természetesen, hogy nem tudják felvenni a telefont. Nekünk is nagyon nehezen sikerül elérni a kórházat, de ugye tudjuk, nem titok, a kórház is borzalmasan terhelt, le vannak terhelve ott is a dolgozók, és én azt gondolom, hogy nem a telefonnak a felvétele, vagy a telefon a legfontosabb feladat, hanem az, hogy el legyenek látva az ottani betegek, és megfelelő segítséget tudjanak nyújtani a vírus időszakában. Egyébként el tudjuk érni a kórházat, ott is általában délután, mert délelőtt tudjuk, hogy
nagyon nagy munka folyik, tehát olyan munka folyik, ami az ápolás és a korszerű és a minőségi ápolást kell, hogy előtérbe helyezzék, nem pedig a telefon. Tudom, hogy a hozzátartozóknak ez türelmetlenség, és aggódnak a hozzátartozóik felől, de kérem, legyen mindenki türelemmel, mert most az a legfőbb dolog, hogy megmentsük mindenkinek az életét, nem az, hogy telefonon felvilágosítást adjunk. Nem titok, hogy ez a beszélgetés azért jött létre, hogy egyfajta nyugtatás a hozzátartozóknak, és egy helyzetjelentés, hogy tényleg ne aggódjanak. Akik itt vannak, a bentlakók közül, hogyan látjátok, milyen a közhangulat, mennyire van pánik hangulat esetleg? Még idáig türelemmel voltak a lakóink. Természetesen nagyon-nagyon hiányzik nekik a hozzátartozó. Tudjuk, hogy szülők vagyunk. Amikor az ember nem láthatja a gyermekét hosszú időn keresztül, az csak aggodalomra ad okot. Próbáljuk őket nyugtatni, megfelelő segítő beszélgetéssel mindig közöttük vagyunk, a vírushelyzetre való tekintettel is. Egyre nehezebben tudják elviselni azt, hogy jön a karácsony, és karácsonykor sem fognak tudni a hozzátartozójukkal találkozni. Próbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy egyre kevesebb hiányt érezzenek, de természetesen a családot nem tudjuk pótolni nekik. Itt szeretném megragadni az alkalmat, és megköszönni minden intézmény dolgozójának, úgy a karbantartásnak, az ápolásnak, a gondozóknak, a mentálhigiénikus munkatársaknak, a mosodai dolgozóknak, a konyhai dolgozóknak, minden munkatársnak azt az áldozatos munkáját, amit a lakókkal szemben mutatnak, és természetesen nagyon-nagyon szükség van arra, hogy megfelelő szeretetet, mosolyt, ölelés, simogatást, egy-egy jó szót kapjanak ahhoz, hogy ők is velünk együtt át tudják vészelni ezt a helyzetet. Van esetleg olyan, amit szeretnél elmondani, fontos lenne, és nem kérdeztem meg? Hát azt hiszem, hogy mindenről beszéltünk. Talán még annyi, hogy említetted, hogy mikor lehet telefonálni, mi a helyzet a csomagküldéssel? A csomagküldést sajnos továbbra sem tudjuk fogadni, mert hogy tudjuk, hogy a csomaggal bármilyen olyan vírus bekerülhet, amit az intézménybe el tudunk kerülni. A csomagküldést továbbra is ugye szünetelt, a csomagküldést továbbra is szüneteltetjük, természetesen, ha mód és lehetőség lesz rá, és csökkenne a vírus helyzet vagy a fertőzésnek a terjedése, akkor szépen lassan azt is be fogjuk majd vezetni, de ez még nem a közeljövőben lesz, én azt gondolom. Az ellátáshoz adott minden bentlakó számára, de esetleg plusz igények merülnének fel, kóla, csokoládé, olyasmi, ami nem tartozik a napi étrendhez, erre van-e lehetőségük, hogy beszerezzék? Természetesen van rá lehetőség. A intézményen belül működő büfénkben nap után bármire lenne szüksége a lakóknak, meg tudjuk vásárolni az üdítőt, a csokoládét, a kekszeket, a felvágottat, a péksüteményeket, tehát azon felül, amit az intézmény biztosít, ugye az ötszöri étkezésen felül, bármit meg tudnak venni a büfébe, és az itteni vállalkozó, tehát aki a büfét üzemelteti, szívesen áll a lakók rendelkezésére, bármilyen igény merül fel. Ha esetleg valaki pénzt szeretne küldeni hozzátartozójának? Természetesen azt is lehet átutalással, és a dolgozók, amikor ugye átutalják a hozzátartozók a pénzt, és nagyon sokszor felmerül olyan igény is, hogy a hozzátartozó kéri, hogy mit szeretné, hogy vásároljunk a hozzátartozójának, és azt is megkapják a lakóink. Köszönöm szépen a beszélgetést, tehát kívánunk minden dolgozótoknak még kitartást, hiszen azt hiszem, hogy még egy ideig kell, hogy végezzék a dolgokat, legalább ilyen becsülettel és hozzáállással. Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok a bentlakókra. Köszönjük szépen, és remélem, a Jóisten megsegít bennünket, hogy túl leszünk rajta, és egyre kevesebb problémával.